Egy bakonyi településen vagyunk, egy klasszikus, hosszúkás kertre épült egy apartmanház, ahol a kertnek nagyon sokféle funkciónak meg kellett felelnie. Mindjárt itt ez az első terasz, ahol állunk, ez az akadálymentes apartmannak a terasza. Látszik is jól, hogy az autós, hogyha beparkol a kapuból a kertbe, akkor egy rámpán föl tud jönni erre a teraszra. Itt egy nagyon kellemes környezet és szép látvány alakul ki, mert az előkertben ügyeltünk arra, hogy szép virágos növényeket ültessünk. Mindig, minden évszakban mutat valami szépet. A hosszúkás épület egy ponton kiszélesedik, ez itt az étkező, és egyben ez az étkező lezárja ezt az első kertrészt, ami ennek az apartmanháznak egy fontos közösségi szerepet betöltő kertrésze. Ez a szögletes forma a nagy terasszal több ember leülésére ad lehetőséget, és itt a csobogó kellemes hangja és mikroklímája mellett nagyon jó, ideális körülmények vannak a pihenésre. Szomszédos ház közelsége miatt a belátás akadályozására egy érdekes dolgot telepítettünk ide. Ez a hátul látható borostyánfal, ez egy kész fal volt, amikor telepítettük. Tulajdonképpen egy táblás kerítésrendszerről van szó, ami eleve be van futtatva borostyánnal. Ez bárhol egy nagyon jó megoldás lehet, ahol valamiért a belátást csökkenteni akarjuk, mert már a telepítéskor átláthatatlan. Szintén a belátás miatt és egy kicsit ennek a központi térnek a lehatárolása miatt alakítottuk ki ezt a kiemelt növényágyást, ami itt betonból készült, az épületnek a kicsit ilyen parasztos, vidékies stílusához nagyon jól illik ez az abszolút semleges anyaghasználat. A kiemelt növényágyásba itt nem haszonnövények, hanem dísznövények lettek telepítve. Itt is nagyon fontos szempont volt az, hogy sokat virágozzanak, mutatósak legyenek ezek a növények, és nem kell, hogy nagyra nőjenek, hiszen a mögötte lévő borostyánfal megadja a hátteret. És ennek a kis közösségi kertnek még az érdekessége, ezek az óriási 1x1 méteres tipegő lapok, amin keresztül a padot meg lehet közelíteni. Tulajdonképpen ezek a nagy tipegők adják meg a falon, meg a többi burkolaton kívül a keretét ennek a kert méretéhez képest nagy összefüggő gyepes felületnek. A kert végébe érve az emberi kéz által alkotta művi kertből eljutunk egy ilyen természetközeli erdei környezetbe, ahová az apartmanházat kiszolgáló tűzrakó készült. Ez is ilyen rusztikus stílusban, faülőkékkel, terméskő rakással. Kertnek a hátsó része erősen lejt, és emiatt ezt a lejtést, ezt terméskő falakkal törtük meg. Ezeknek a falaknak van ülőfunkciójuk is. Az volt az ideológia, hogy ezeken ücsörögve így gyönyörködhetünk ebbe a szép erdőbe, a természet alkotta kertben. Az apartmanháznak egy különlegessége, hogy kutyás vendégeket is fogadnak, és erre a kutyáknak itt egy külön kennel épült ki a kert aljába. A kert megtervezésénél, illetve megépítésénél egy nagyon fontos szempont volt, hogy az épített művi környezetből eljussunk a természetes kertbe, és a kert szinte a végén beleolvad a környező erdőkbe. Minden, ami kert. Kreatív minőségi kertek, professzionális öntözéstechnikai megoldások egy kézből. Átgondolt szakmai előkészítéssel, tervezéssel, ütemezett és rugalmas kivitelezéssel állunk ügyfeleink rendelkezésére. Royal Kert Kft. Zölden minden jobb.